Előzetesen jóvá hagyták az orosz törvényhozók azt a törvényjavaslatot csütörtökön, amely teljes mértékben betiltaná a nem hagyományos szexuális kapcsolatok népszerűsítését. A 18 év alattiakat célzó LMBTQ propaganda már eddig is tiltott volt Oroszországban. Az új törvényjavaslat a korábbi korlátozáson szigorítana. Nem igazán értem. Az állam azt mondja, hogy én magam már a személyiségemben propaganda vagyok, illetve a tevékenységem propaganda. Az arcom félig titánból van, mert homofóbok szétverték. Úgyhogy engem jobban traumatizált az orosz propaganda, mint amilyen veszélyt én jelentenék másokra, mondja ez az LMBTQ aktivista. Az új törvényjavaslatot az Állami Duma első olvasatban egyhangulag fogadta el. A nem hagyományos szexuális kapcsolatok tiltása mellett tiltanák továbbá a pedofília vagy a nem változtatás népszerűsítését, ami főként az internetre, a mozira és a reklámokra vonatkozik. A törvényjavaslatunk nem cenzúra, nem tiltjuk be az LMBTQ közösségeket, nem mondjuk, hogy nem lehet ezekről beszélni, csak annyit, hogy ne legyen pozitív promóció. Azt akarjuk tiltani, hogy nyilvánosan azt mondhassák, hogy ez normális és jobb, mint a hagyományos szexuális kapcsolatok, mondja a törvényjavaslat egyik kezdeményezője. Az új törvényjavaslatot második olvasatban várhatóan novemberben tárgyalják. Egy augusztusi közvéleménykutatás eredményei szerint az orosz emberek 86%-a eddig nem találkozott nem hagyományos szexuális kapcsolatok propagandájával.